Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Mihalik Angelika vagyok, és a YouTube csatornámon nézitek ezt a videót. Azért jelentkezek be személyesen, mert a Hatprey Missionary Society-vel, Paul Vasarék szolgálatával megegyeztünk abban, hogy Paul Vasörnek egy üzenet sorozatához magyar feliratokat készítek el, így azok, akik nem tudnak angolul, ők is tudnak belőle profitálni, és tudnak Paul Vasörtől tanulni. Ezek a videók a Hatprey Missionary Society curriculum oldalán a YouTube-on lesznek megosztva, és be tudjátok kapcsolni a magyar feliratot a videókhoz. A videóknak a témája az 1 Timóteuson való elmélkedések, ezeket Paul Vasör a missziós szolgálatukhoz csatlakozott gyülekezetek vezetőinek, illetve tagjainak készítette, de lehetőség van arra, hogy ebből mi is magyar nyelven beszélők tanulhassunk. A videó alatt, ez alatt a videó alatt találjátok meg azt a linket, amire ha rákattintotok, akkor fölkerültök a Hatprey Missionary Society oldalán arra a videóra, amit feliratoztam. Ott bekapcsoljátok a CC-nél azt, hogy magyar nyelven felirat, és akkor meg tudjátok nézni a videót. Ezután a kis beszédem után egy pici részt bevágok a videóból, hogy kedvet csináljak hozzá. Tehát, hogyha meg szeretnétek nézni a teljes videót, akkor van egy link itt ez alatt a videó alatt, amire rákattintasz, és utána ott bekapcsolod a magyar feliratot. Minden héten egy-egy újabb tanítás meg fog jelenni, és ugyanígy be fogok jelentkezni, és akkor megtaláljátok a magyar feliratos változatot a Hatprey oldalán. Még annyit, hogy én ezt a munkát önkéntesként végzem, és hogyha támogatni kívánod a szolgálatomat, akkor találsz egy bankszámlaszámot ez alatt a videó alatt, és ott megteheted. Isten áldjon titeket, és most nagyon figyeljétek azt a pár gondolatot, amit Paul Vasör megoszt, és hogyha akarjátok, akkor az egész videót látjátok a Hatprey oldalán. Isten áldjon mindannyiunkat, és váljon hasznunkra ez a tanítás. Sziasztok! Verse 12. Now if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's works will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's works. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. But if any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. This, when it really makes it into your heart, when you really begin to comprehend what Paul is saying here, it adds a great gravity, a solemnity, a solemnness to our calling. And although it should not overwhelm us, it should not paralyze us, it should be there that one day my work with regard to the church, and the church is the most precious entity of Christ, one day my work regarding his bride will be judged. And I can assume, since I am far from perfect, that I will see some aspects of my labor burned up. Now, holding that to be true, a sane man, a reasonable man who was called into the ministry would be struck down with insecurity. A reasonable man would be so full of fear that he would come close to being paralyzed if he really believed what I just read. Because he would be constantly asking himself, even though I labor 18 hours a day, how do I know? How can I know that my labor will not be burned up?
Because realize this, there are evil men who work 18 hours a day. So the amount of work you do is not necessarily proof that you are doing the will of God. Also, apparent success in this world, even within Christendom, even within evangelicalism, apparent success is no evidence whatsoever that your ministry will remain on that day. We all know that there are mega churches, some of them, that are built upon entertainment, personality, popularity, methodologies, giving the people what they desire. And we do believe, hopefully, all of you, that those works will be burned up. But we don't have to consider those works at this moment. We need to consider our own works, our own lives. How can we sleep at night? I would submit to you there's only one way we can sleep at night. And that is, if as honest men, we have made a decision to strap ourselves down to one thing, Scripture alone. Scripture alone. That we reject all worldly methodologies, whether they come from sociology or psychology or leadership manuals or church growth books. We reject it all, and we determine that we will serve the bride of Christ only according to what is written. That we will not be clever, we will not be inventive, but we will do only what is written. I will not be judged on that great day for not being inventive enough. I will only be judged on that great day according